terepfelfedezés. Vagy itt lejövök, és itt végig a vizen. És mivel fogjuk kicsörlőzni? A Justival odaállunk. Pár dolgot elhagytál. Miket? Hátsó lökhárító például nem esett le. Ott van a helyén. Azt mondja, helyén. Jó, ez még javítható. Még valami? Szerintem ennyi, kipufogó, jól érzi magát, köszöni. De ennyi. Na, ez így rendben is van. Megjöttünk. Egyébként az már kiderült, hogy a lökhárító az nem tesz jót egy olyan autón, amit használnak. Van, így legalább látszik, hogy a vonóhorog milyen szép. De a Justin is az első dolog volt, amit magától elhagytunk. Ezen is. A legnagyobb mocsártesztünk itt 2-3 éve a Polarisszal elakadtunk, nagyobb volt a víz, itt ami most már félig száraz, itt végig állt a víz. Azzal nem tudtunk kijönni, szerintem ezekkel a brutál bütykös gumikkal át fogunk tudni menni. Remélem vizet nem fog szívni a motor, ez elég kérdőjeles, úgyhogy ha elakadunk, akkor itt a csörlő. Nézzünk meg egy kárvertikál jelentést egy A6-os Audiról, ami balesetes volt. 2017-es autó, Belgiumban regisztrálták, aztán Magyarországra került 2019-ben, és 2022-ben eladásra kínálták itt a magyar piacon. Kilométerállás 85 ezer, nem volt babrálva. Sérülés, az eleje volt sérülve a kocsinak, ez 2018-ban került bejegyzésre. 27.600 euróért kínálták 2022. 7. hóban. És nézzük a képeket. Szemből kapott az autó egy nagyot, nyíltak a légzsákok is. Rengeteg kép a törésről, a beltérről is, és itt van 2022. 7. hóban a már teljesen helyrehozott autó, egész pofás lett. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, akkor a leírásban található linkkel 20% kedvezményt kaptok.
Innen a csőlő se húz ki! Amúgy simán kijött volna, hogyha kap levegőt a motor. Próbáljam! Használati utasításban annyit írtak, hogy ne legyen vizes a csörlő. Hát most... Ez már annak számít? Baj, hogy P-be vagyunk. Várjál, szorvosolnom kell. Jó. Mehet! Van azért elektronika is bőven a csomában. Még azt is találtak le. Isten. Na, kihúztam a dugót az autóból, megoldottam a problémát. Kezed? Hát csak a kör nem törte. Hát nem vészes. Vizes? Nem, nekem. Nem nézd meg, légy szíves, mert nekem. Jó. Vizes? Nedves amúgy. Végé. Hát nedves a légszűrő, azt mondom. Beindult, csak leállítottad, ugye? Azóta járt végig, akkor hallottam, hogy jöttök, leállítottam. Jaj, de szép. Tudom, hogy henger. Igen, az a baj, ezek az Audik ilyen elektromosan elég szarok. Ez nem egy megbízható nem, autó, szóval ami ezt nem bírja ki, az egy szar. Ma reggel elment nagyjából egy 2 óra azzal, hogy a csörlővel szívtunk, ebben nagyjából 10 perc van, és már beszart a vezérlője, úgyhogy kifele tudott engedni motorral, de behúzni már nem, úgyhogy polaritás lett rajta cserélve, és így tudtunk most egyébként ebből a tóból kijönni, de visszaengedni már nem tudjuk, úgyhogy most megint polaritást kell cserélni, és így tudjuk használni, úgyhogy majd ezt a vezérlőt le kell cserélni, viszont az mellette szól, hogy bár a használati utasítás azt mondja, hogy ez még csak le se fröcsköld, ez a víz alatt simán elindult és kihúztuk, úgyhogy nem annyira szar. Thank you.
azért az, hogy az összkerekes Justival kihúztuk onnan az Audit, ami közel 2 tonna, az nem olyan rossz. De most még vár ránk egy hegy. Kuplunk szag, az már van. Itt majd meglendülünk a lejtőn! Na jó, idáig is csoda azért. Hát sokat tanultunk a mai napból, az autó megmutatta a gyenge pontjait, meg az erősségeit is. Nagyon sok lehetőség van benne. A váltó az kevés lesz, a nyitott diffi az szörnyű, az csak ellenünk dolgozik. Gyakorlatilag offroad körülmények között az az egyetlen komoly akadály, úgyhogy ezekkel mindenképpen fogunk még foglalkozni. Aztán azzal zártuk a napot, hogy bementem egy kicsit mélyebb vízbe, mint amire gondoltam, hogy bemegyek. Én azt hittem, hogy ez nagyjából ilyen kerékmagasság lesz, de hát bőven motorháztető alá mentünk, és ott már inkább leállítottam a motort, mert hát még nincsen kivezetve. Ez is egy következő projekt lett volna, hogy kivezetjük a légszűrőt, de nem jutottunk odáig. Úgyhogy egy kicsi vizet valószínűleg felszívott. Nem hiszem, hogy gond lesz vele, ezt meg fogjuk oldani, de már nem akartuk itt tovább erőltetni a dolgot, úgyhogy szét fogjuk szedni, és ezt meg fogjuk rendesen nézni. Aztán egyébként, amíg nyomtam a gázt, addig meglepő mód hajtott az autó, még abban a vízben is, ahol szerintem már nagyjából felúszott. Ezek a gumik, ezek brutálisan jók. Ennyi, a csőlőt is meg kell javítanunk, ugye most a motor, aztán innen folytatjuk, még sok van ebben a kocsiban. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan jövünk új videókkal. Addig is sziasztok!